Az üvegtechnológiák sokat fejlődtek az utóbbi években, amelyek az építőiparban jól alkalmazhatók. Ilyen többek között a fűtőüveg szerkezet. Fémbevonatokat helyeztek el az üveg felületén, ami lehetőséget teremtett arra, hogy a fűtőüveg technológia létrejöjjön. A megújuló energiaforrásokra alapozva kimondottan környezetkímélő megoldás, de egyébként az élettani hatásai is nagyon kedvezőek, mivel hogy egy infrasugárzó fűtés, ezért ugye nem keveri a levegőt, nincs egy ilyen poráramlás a lakásban. A másik szempont, ami miatt kimondottan környezetkímélő, az az, hogy mivel egy sugárzó hő, ezért nem a levegőt melegíti, hanem a testeket. És sokkal alacsonyabb léghőmérsékletnél is kedvező komfortot biztosít. A fűtőüveg szerkezetet önálló vagy kiegészítő fűtésként is lehet használni. Úgy működik, hogy tulajdonképpen az üveg felületén ezt a láthatatlan fénybevonatot elektromos árammal melegítjük, tulajdonképpen egy ellenállás fűtés, ami infrasugárzóként adja le a hőt a környezetének. A megtermelt hőnek a 98%-át visszavezeti egy hőtükörbevonat a beltér felé, tehát hogy az egyébként a nyílászáron kimenő megtermelt hőt is megspóroljuk vele. A technológiát lehet alkalmazni régi vagy új nyílászárók esetében is, de minden olyan felületen, ahová az üveg elhelyezhető, például falra, mennyezetre vagy burkolatra. Számos alkalmazási lehetősége van, radiátorként is megjelenhet, de nyílászáróként semmiben sem különbözik a külalakja a többi nyílászáróban elhelyezett üvegfelülettől, tehát ugyanúgy átlátszó, ugyanabban a rétegvastagságban, bármilyen tokszerkezetbe beépíthető. Hogyha nyílászáróként alkalmazunk, akkor nyilván nagyobb felületek fűtésére alkalmas, és egyébként a nagyobb üvegfelületek előtt érezhető hideg hatást is kiküszöbölhetjük vele. Ugyanakkor, hogyha egy helyiségnek a kiegészítő fűtését szeretnénk ilyen technológiával megoldani, akkor lehetőség van kisebb infrafűtő panelek alkalmazására, vagy akár asztalok és egyéb bútorokként is megjelenhet. Étkező asztal, tárgyaló asztal, vagy akár ilyen bár könyöklő asztalként is. Infrasugárzóként működik, tehát a testeket melegíti, nem a levegőt, és a testek a levegő felé adják le a hőt. Tehát, hogy mi magunk érezzük a meleget, illetve mondjuk a bútorokkal közli ezt a meleget, és azokról visszaverődve melegíti a levegőt. A Magyar Innovációs Program része a 100 legérdekesebb magyar innováció című kiadvány, amiben a legérdekesebb mai magyar találmányok és fejlesztések olvashatók. Évelején díjazták az első 10 innovációt, többek között a fűtőüveg szerkezetet is. A Fiumei úti sírkertben az Aponyi hintó az innovatív technológiával, vagyis a fűtőüveg szerkezettel van ellátva. Ha például panelekben gondolkodunk és nem fűtő nyílászárókban, akkor érdemes kiszámolni többek között a helyiség légköbméterét, hiszen nem mindegy, hogy mekkora méretű panel fűti a helyiséget. Sokféle dizájn közül lehet választani. Számos kivitelben, különböző keretszerkezetekben, akár látható, akár láthatatlan keretszerkezetben, színesben, átlátszóban és mintás kivitelben érhetőek el. A dizájn az tulajdonképpen többféle lehet, és akár egyedi kivitelben is elkészülhet, tulajdonképpen egy kép is lehet a falon. A rendszer távolról is lehet irányítani, vagyis vezérelhetőek, amivel energiát is megtakaríthatunk. Vannak olyan kivitelőek, amik akár csak így egy nyomógombbal állíthatóak, és mindegyiknek digitális kijelzője van, de házvezérléssel összehangolva tulajdonképpen számos fűtőpanelt és nyílászárót tudunk egyidejűleg vezérelni. A technológia új, de egyre népszerűbb, mivel nő a napelem telepítések száma, így a fűtőüveg működéséhez szükséges áramot a napelemek termelhetik meg.